De nem mutogatom, nehogy a YouTube valamit félreértsen. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó eredetileg olvasó vlog lett volna, de aztán elég kaotikus lett, úgyhogy inkább újra veszem, kicsit összeszedettebben. Tehát a mai videó az Emily Nagoszki Úgy, ahogy vagy címkönyvéről fog szólni. Ez a könyv nekem úgy került föl a radaromra, hogy én egyébként a Sex Education-ben abszolút így elment mellettem ez a könyv, tehát nem láttam benne, de elvileg benne van abban is. De én ezzel úgy találkoztam, hogy tavaly elkezdtem használni Ready menstruációs bugyit, és nekik volt egy nyereményjátékuk, amiben az egyik nyeremény az ez a könyv lett volna. Nem nyertem, viszont a könyv felkeltette az érdeklődésemet, úgyhogy inkább végül is megvettem, és úgy gondoltam, hogy elolvasom, és akkor ebből szerettem volna csinálni egy olvasóvlogot, de mivel ez egy tudományos mű gyakorlatilag, erről annyira nem lehetett olyan fajta olvasóvlogot csinálni, amilyet így általában csinál az ember, meg végigolvasva sokkal jobban átláttam a korábbiakat is, tehát sokkal jobban járunk így, hogy így utólag összegzem az egész teljes kötetet. Ezt a könyvet egy szexuálpszichológus személy írta, és az az alcíme is, hogy az önfeledett szexualitás pszichológiája. Gyakorlatilag azért is akartam ebből a könyvből videót, meg azért is akartam elolvasni, mert alapvetően a szex az egy ilyen tabu téma. Főleg, hogyha olyan mértékben akarunk róla beszélni, amikor így a hogy jó, hogy nem jó, hogyan javítsunk rajta, így akármi így mélységeiben beszélni róla, nem csak így a felszínt kapargatni. Ráadásul saját tapasztalatból a szexoktatás iskolában, nem is szexoktatás, csak a sima felvilágosító óra, úgy 5.-6. környékén, az egy nagy nulla, az semmit nem ér. Mire az ember oda jut, már kb. Mindent tud azokból, amit elmondanak, abból, hogy védekezz, és körülbelül ennyi. Tehát ennyi a tartalmi lényegi információja általában az egésznek, legalábbis. Én még nem hallottam olyat, hogy ez jobb lenne, úgyhogy azért is gondoltam, hogy ez a könyv velem egy mélységeiben a dolognak és részleteiben beszél erről, meg olyan dolgokról, amit így soha senki nem fog neked elmondani, pedig igazán kellene tudnunk róla mindenkinek, akár nő, akár férfi, főleg, hogyha hetero párkapcsolatban, vagy hetero szexuális kapcsolatban van az ember, akkor ezek olyanok, amiket érdemes tudni, mert nyilván a partnerednek a jóléte is fontos lenne ilyenkor, alapesetben, ideális esetben. Tehát maga ez a könyv a szexnek a pszichológiai részével foglalkozik. Tehát nem ilyen, mint az ilyen internetes listák szoktak lenni, hogy nem tudom, top 10 póz, ami a nagyon jó lesz neked, hanem ez konkrétan a pszichológiai részére megy rá, ha az alcím nem lett volna elég világos. Én nem gondoltam volna olvasás előtt, hogy ennyire tényleg minden agyban visszafutod, ahogy te magadban mit hogy tudatosítasz, pedig egyébként ez az egésznek az alapja, hogy pszichológiailag mit hogy élsz meg. Ami már egy olyan dolog, amit elmondhatnának időben az embernek. Tehát igen, tehát nem ilyenekről van benne szó, hogy pózok, méretek, tudom én, miről szokott még ilyenkor, mi az, ami ilyenkor szóba jön. Amikor én ezt a könyvet olvastam, azt éreztem, hogy kaptam egy csomó olyan információt, ami egyébként új volt, de hogy így tök egyértelmű volt, és úgy éreztem, hogy ezt tudnom kellett volna már, vagy legalábbis rá kellett volna jönnöm ilyen józan paraszti ész szintjén, de nem feltétlenül tettem meg, viszont ez a könyv rávilágított, hogy ez így van, és ezért van így, és normális vagy, akárhogy gondold is az alapján, hogy mit látsz a médiában, vagy a kultúra, amit erőltet rád gondolatokat. Szóval ilyen szempontból tök sok új információt kaptam ettől a könyvtől, ami tényleg ez, hogy nem érződött újnak, de mégis új volt, ha ezt így lehet érteni, hogy miről akarok ezzel kiukadni. Alapvetően tényleg ennek a könyvnek az az üzenete, hogy normális vagy, minden, amit tapasztalsz, normális, és nem szabad hagynunk, hogy a média meg a belénkvert kulturális üzenetek, nőkbe belénkvert kulturális üzenetek, befolyásolják-e ezt, és azt gondoljuk emiatt, hogy valami baj van velünk, mert igazából, ha csak nem érzünk fájdalmat, valószínűleg nincs semmi baj velünk, és amit tapasztalunk és érzünk teljesen normális, csak alapvetően minden arra van kiélezve, hogy a
a férfi szexualitásra van ráépítve a női szexualitás így a közmédiában. És bár ugyanabból a részekből vagyunk összerakva kicsit máshogy, teljesen máshogy működünk is. Tehát az, hogy a férfiaknak mi hogy működik, nem ugyanúgy működik a nőknek, ráadásul ez is olyan, hogy ahány ember, annyi féle mód van, tehát nincs kizárólagos és nincs egy helyes út a szexnél sem. Maga a könyv egyébként egy ilyen biológiai résszel indít, mielőtt a pszichológiába belemenne, és a biológiai résznél tényleg ez az első egyik dolog, hogy lefekteti, hogy egyébként ugyanazokból a részekből vagyunk összerakva, még hogyha nem is látszódik, meg nem is tudjuk, meg biológia órán sem mondják egyébként ezt ennyire részletesen el, és sokkal jobb ábrák vannak a könyvbe rajzolva, mint a BIOS könyvekben. Ne, mint a BIOS könyvekben, ez tényleg, tehát én úgy éreztem, hogy sokkal egyértelműbbek voltak, mint az ilyen kaszifántos keresztmetszetek, amiket ott tesznek eléd. Mit tudom, 8-ba, 7-be van az emberi test, már nem emlékszem. Meg középiskolában is. Azt is végigveszi, hogy ugye nem tudom, 12 vagy 13 hetes koráig a magzat is teljesen egyforma, és csak utána fejlődnek ki a különböző részei a nemi szerveknek. Itt van valahol mindjárt. Bocsánat. De 12. hétnél lehet megállapítani már, na. Valahogy így, igen. És akkor itt a biológiai résznél mondál például már egy-két olyan hasznos információt, amit így alapvetően tök máshogy van, mint ahogy belénk van verve tudás ügyileg, például a szűzhártyának a mítosza nem elszakad, meg nem az vérzik, hanem az így van, egy idő után egyébként fel is szívódik, valakinek nincs is alapból, tehát hogy annak semmi köze semmihez, hanem igazából az egész arra vezethető vissza a fájdalom meg a vérzés is, hogy mennyire van a sikosság hiánya jelen. És hogyha ezt mondjuk így elmondanák, már a szexuális felilájosításkor is, akár majd párszor, többször is lenne felvilágos szexuális felvilágosítás, nem csak egyszer, mint mondjuk nekünk volt, és akkor így ilyeneket elmondanának, az hasznos lenne. Nem csak a lányoknak, a fiúknak is, ők is tudnák, hogy ez nem csak annyi, hogy beteszed, és neked jó, és a lányra nem gondolsz meg ilyenek, meg hogy hogyan tudod neki jobbá tenni, szóval ezek ilyen basic információk lennének szerintem. Amiket egy ilyen könyvből kell megtudni az embernek, vagy az internetről, meg kell googliznod, és akkor ki tudja, hogy most pont egy jó oldalt találsz, vagy rossz oldalt, vagy hiteles információt, vagy sem. Amúgy is tiniként az ilyenekre... nem tudom, gáz-e föl megnézni, vagy tudom én, tehát hogy így... tiniként a hormonok az elsődlegesek, nem az információgyűjtés. Szerintem, mikor így nagyon érzi az ember a bugit. Aztán amikor eltérünk a pszichológiai részre, egy csomó minden ilyen nagyon alap dolog, ami tényleg ahhoz kell, hogy jó legyen minden, arra tér rá a szerző. Az egyik ilyen nagyon fontos dolog a kontextus. A kontextustól függ minden gyakorlatilag, hogy a környezetben, meg fejben te hogy érzed magad, mint érzed magad, hogyan viszonyulsz a partneredhez közben, félsz-e attól, hogy be fog-e valaki rontani az ajtón is megzavar, mert hogy az... ezzel ugye összefügg mindezzel a gátló meg a serkentőrendszer, hogy ez kinek hogy működik, mert ez is különböző mértékben és különböző módon működik mindenkiben. Tehát ezt is érdemes fölismerni, hogy te neked hogyan működik, miként működik, mit kell csinálnod, hogy az egyik bekapcsoljon, a másik kikapcsoljon, ezt fölismerni partnerra, hogy tudod lekommunikálni. Ilyen hasznos infók vannak benne, amik végül is igen, kommunikáció meg önismeret szintjére vezethető vissza minden gyakorlatilag. Fontos info még benne van egy egész fejezet erről, az összhanghiányról, ami az a jelenség, amikor mondjuk fejben te úgy vagy, hogy neked nincs kedved ehhez, meg nem esik jól, meg nem kellemes, de a tested azt mondja, vagy hát a tested látszólag azt mondja, hogy ő készen áll, vagy fordítva te fejben nagyon készen vagy, a tested meg azt mondja, hogy nem ma nem. És ez is egy létező dolog, és ez sokszor elő is fordul, és erről én egyébként már így hallottam, de hogy így konkrétan ebben a könyvben jobban ki van fejtve az egész dolog, és például példálózik a szürkötvon árnyalatával is, amit én nem olvastam, de nem is fogok, mert én szerintem, ha valaki nézi egy ideje ezt a csatornát, tudja, hogy az erotikus regények és én nem vagyunk jobban annyira. Ezt egyébként ez a könyv is így tökre aláírta nekem, hogy
még jobban átlátom, hogy miért nem szeretem az erotikus regényeket, de ez azt hiszem későbbi pont. Szóval az összeg hiányra jövően folyott, hogy a szürkőt van elnyalatában volt egy jelenet, amiben a főhősnő egyértelműen kellemetlenül érezte magát, a Mr. Grey meg azt, hogy a... Hát ki fogom mondani? Szóval a Mr. Grey meg azt, hogy ő nedves, azt egyértelmű jelenek vette, hogy föl van izgulva, és akkor itt volt egy ilyen rész is, hogy mondta ennek a könyvnek a szerző, hogy E.L. Jamesnek legközelebb át kellene írnia, hogy nem, ez nem így van. Ez nem így van. És például, amikor van... Tehát hallani lehet ilyet is, mondjuk, hogyha van sexual assault, ez hogy van magyarul? Ilyen szexuális bántalmazásos eseteknél is néha föl szokták hozni ezt a nagyon okos érvet, hogy de hát milyen nedves volt, meg ilyenek. És ez nem egy érv, amit föl lehet hozni, meg ugye erre szokták azt is mondani, hogy mert hogy biztos csak hazudik, és igazából élvezte, és hogy annak kell hinni, amit a teste mond, nem annak, amit ő. Nem így van, annak kell hinni, amit ő mond. A szavaival, amit kimond, amit érez, mert az egyébként az összhanghiány egyébként ebből. Ez igazából annyiból fakad a dolog, amikor mondjuk te fejben nem akarod, de a tested meg a látszólag azt mondja, hogy igen. Ennek annyi a lényege, hogy valamelyik agyalapi lebenyed, vagy nem tudom, valamelyik része az agyadnak, ezekben nem vagyok jó, nem is tudom megjegyezni ezeket a hosszú tudományos szavakat, de a lényeg, hogy az agyad küld egy reakciót a testednek, amire a test, tehát aminek hatására a tested csinál valamit, de szimplán azért van, mert megtanulta, hogy az a bizonyos dolog szexel kapcsolatos, és akkor ennek kell történnie, de ettől függetlenül te nem biztos, hogy ezt akarod is. Ez egy automatikus reakció, ami nem jelent semmit, ha csak te azt nem mondod, hogy igen, szeretnéd. És ez egyébként az összegény férfiakra is vonatkozik, nem csak nőkre. Jó, erotikus regényekre térjünk át. Nagyon hosszú jegyzetem van, de még így is jobb lesz ez a videó, mint a vlog lett volna. Az erotikus regényekkel is így, mint rájöttem, tényleg az a problémám. A szerzőnő is olvas erotikus regényeket és szereti őket, csak kiemeli, hogy nagyon sokszor a szexjelenetekben ugyanazok a normák vannak közvetítve, mint amiket a média és minden más súlykol a nőkbe, tehát így nem annyira úgy vannak ábrázolva a helyzetek, ahogy kellene, és igazából az ilyen erotikus könyvekben is teljesen más üzenetet kap az ember, hogy hogyan kellene kinézni a szexnek, aztán hogyha oda kerül, akkor nem biztos, hogy ő pont ugyanúgy tudja megtapasztalni egy mondjuk ugyanazt a helyzetet, neki lehet, hogy teljesen más működne, de erre nem feltétlenül jön rá, csak úgy a könyvből, mert tehát a könyvben így volt, a filmekben így volt, akkor neked miért nincs így? Azért, mert máshogy működsz, ami teljesen normális. És egyébként emiatt van az is, hogy általában én hihetetlen módon cringe-elek szexjelenetek alatt könyvekben, nem csak azért, mert rohadtul kínosnak találom őket, hogy így olvasom, és így miért olvasok arról, hogy két másik ember mit, hogyan csinál, mert igazából nem érdekel engem más embereknek a szexuális élete könyvben sem. Részletesen főleg nem. Másrészt általában olyan módokon élvezik egymás társaságát, ami így nem. Szóval ez a legjobb indoka annak, hogy miért nem szeretek erotikus regényeket olvasni. Beszél arról, hogy az önértékelés, meg a testkép is sokat számít, mert hogyha te nem érzed mondjuk kívánatosnak magad, akkor az be tudja kapcsolni a gátlórendszeredet, amitől nehézkesebbé válik a dolog, az akció része. Azért, hogy mivel ez egy két emberes dolog, maga a szex, ezért érdemes a partnernek is tudnia róla, hogy mondjuk neked mik a preferenciáid, mik a nehézségeid ilyenkor, hogy mire kell jobban odafigyelni, mit szeret, és ez ugye ez ilyen oda-vissza dolog, tehát ez mindkét ember részéről oda kell figyelni a másikra. Egyébként vannak benne ilyen sztorizós részek, amikben ezekre vannak is példák, és akkor végül is ezek mindezeket, amiket én most így elmondtam, a könyv így segít abban, hogy hogyan ismert föl, vannak benne ilyen, például a serkentő gátlórendszeres dologra van benne ilyen kis teszt rész is, hogy meg tud állapítani, hogy melyik milyen mértékű nálad nagyjából. Tehát ezeket segít felismerni, javasol hozzá megoldásokat, vagy ilyen iránymutatás, hogy esetleg hogyan lehetne megoldani, ami ilyen szempontból szerintem nagyon jó. Én végül 4,5 csillagot adtam a könyvre, mert ezek a sztorizós részek
értem én, hogy miért voltak benne, de nekem az alaptörzs szövegben is jól megmagyarázta voltak ezek a döntetűségek, ezekről beszélek. Mert ilyen öt darab párosnak, öt párosnak a történetét mesélt el, akik valamilyen szexuális problémával fordultak hozzá, és akkor ezek kitalációk egyébként, tapasztalatok alapján írt kitalációk. Csak az volt a problémám, hogy mivel ez így fejezetenként egy-egy párosról volt egy-egy rövid beszúrás, nem tudtam, hogy már ki kicsoda, és mi volt az eredeti kérdés, amivel a szextanácsadóhoz fordultak, úgyhogy ez kicsit ilyen nem nagyon tudtam beleélni magam, de hogy amúgy meg jó volt nagyon, tehát nagyon hasznos dolgokat mondott. És ezt a könyvet igazából mindenkinek tudom ajánlani, tényleg bárkinek, nőknek, főleg, meg olyan férfiaknak, akik nőkkel létesítenek szexuális kapcsolatot. De egyébként így bárki találhat szerintem benne hasznos infókat, mert vannak benne ilyen általános, nem csak nőkre vonatkoztatható dolgok. És igazából azért mondom, hogy bárkinek, meg bármikor már, hogyha csak az ilyen dióhéjban részeket, összefoglalást, bevezetést elolvassa az ember, már abban is van egy csomó minden, és elmondja, hogy miről lesz szó, meg mik a fontosak. Én látjátok, nagyon sok mindent bejelöltem, nagyon sok mindent alá is húztam benne, azt nem biztos, hogy látszódik a ceruzával, nem minden aláhúzás van bejelölve, de hogy ez egy olyan könyv, amit már csak azért is érdemes lehet elolvasni, mert lehet, hogy te most éppen nem fogsz belőle felhasználni semmit, de lehet, hogy később jól jöhet egy-két info, vagy ha valaki mondjuk hozzád fordul tanáccsal valamilyen kérdéssel valamilyen téren, akkor ez alapján tudsz tanácsot nyújtani, vagy így odaadod neki, hogy tessék, olvasd el, jó lesz. Úgyhogy én is itt mutatom, tartom, olvasd el, jó lesz. Kivéve, hogyha mondjuk tájékozott vagy nagyon a témában, akkor nem feltétlen fog sok olyat mondani. De egy esélyt lehet neki adni. És akkor nagyjából ez lett volna az Úgy, ahogy vagy könyv. Nekem nagyon tanulságos olvasmány élmény volt. Tényleg így szeretném többet mutogatni, mert ez szerintem tényleg egy olyan téma, amiről érdemes beszélgetni, meg beszélni, meg szóba hozni, mert nem kapják meg az emberek alapvetően azt a megfelelő tudásmennyiséget, amire szükség lenne ebben a témában. Pedig kéne, mert egy elég fontos tevékenység az emberi életnek. Nem létszükséglet, de majdnem mindenki csinálja egy ponton, és akkor olyankor nem árthat, ha tudjuk, hogy hogyan legyen tényleg jó. És ez a könyv elmagyarázza. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!